Szevasztok, srácok! Itt vagyok Szlovákiában, a Dunaparton éppen, hol máshol lennék, és bevásároltam a villában. Ezeket fogom megkóstolni, ezek ilyen szlovák édességek, de igazából Top Joy-t szerettem volna venni, mert eldöntöttem, hogy csinálok egy olyan videósorozatot, hogy mindig kibontok egy Top Joy-t a videó elején, és amilyen üzenet van benne, arról beszélek, az lesz a videónak a témája. Hát a villában én rendes Top Joy-t nem találtam, csak ilyen Relax nevű innivalót. Ez ugyanaz, mint a Top Joy, nem tudom, van-e benne üzenet. Ha van, akkor szlovákul van, úgyhogy le kell majd fordítani. Hát megnézzük. Ez ilyen kaktuszos ízű egyébként. Van benne üzenet. Zi, foly, sen és egy szívecske. Hát ezt most le kell fordítani. Nem tudok szlovákul sajnos. Szóval... most bepötyögjük. Fogjuk fordító. És akkor... na. Szlovák. És fénykép alapján csinálom, hogyha ezt így be tudja olvasni a drága. Na nézzük. Csak fagy egy kicsit. A szúnyogok meg megesznek. Az van ide írva, hogy élni az álmod. Ez szép szöveg. Igazából. Akkor gondolom éld az álmod. Hát igen, ez egy szép üzenet. De mi is az álmom? Sok van. Valami már teljesült is, valami meg nem teljesült. Azon kell lenni, hogy teljesüljön. Tök jó. Na, de nézzük a többi dolgot, hogy mik vannak. Erre meg még majd visszatérünk. Vettem ilyen... kasztányi, vagy valami ilyesmi a neve ennek a csokinak. Ez ilyen étcsok is valami lehet. Nem fogom most bevágni az egészet, mert ilyen melegben nem lehet. Egyszerűen, de egy harapást. Ez étcsok ilyen krémmel töltve. A másik kofila. Ez ilyen kávés, akármi. Szerintem erre a cappuccinóra hasonlított az íze, amit otthon is lehet kapni. Nem, sokkal durvább annál. De ilyen tömény kávézű krém van. Ez erősebb az íze, mint annak a cappuccinernek, amit otthon lehet venni. Hol van ez a chips? Az ilyen hagymás tejfölös. Azért vettem meg, mert rajtam vagy Szlovákia. Szerintem semmi extra egyébként. Mondjuk illatra érdekes, mert olyan fűszeres sült krumpli illata van. Mint a Lay's chips, teljesen. Ugyanaz. Meg amit mostanában kevesebbet iszok szerencsére, de azért néha szoktam, az energiaital. Igazából szerintem semmi különlegesség nincs benne, kivéve a dobozát, ezt ezért vettem meg, mert ugye otthon is lehet ilyet kapni, csak nem ilyen van rajta. Tehát ugye ez ilyen szlovák, tehát ezt elrakom majd emlékbe. Igazából ennyi, ezek kerültek olyan 4000 forint, 3000 forint, nem is tudom, mert még vettem dobozos kofolát is, de hát azt nem kell bemutatni, ezt otthon is lehet kapni. Végre egy jó Top Joy-os üzenet. A múltkor ettem kínai kaját Szolnokon, és én mindig szoktam szerencsesütit venni. És a múltkor az volt az üzenet a szerencsesütiben, hogy hallgass a párodra. Szakítás után egy hónappal. Tehát ez egy kicsit úgy érdekes volt, de végre ez egy pozitív üzenet. Megérte lefordítani. Meg kell élni az embernek az álmait.
úgyis elérhető valamilyen szinten, majdnem minden, csak majdnem. Most nekem az az álmom, hogy felfedezzem a világot, hogy egy csomó helyre járjak, meg más terveim is vannak, még azért modellezést is jönne fejleszteni. De látjátok, éjszakás után itt mondjuk Szlovákiában a Dunaparton, a háttérben meg Magyarország van. És ez ilyen hirtelen felindulás volt megint. Ez az út, nem is gondoltam, hogy itt fogok ma kikötni. Csak annyi volt a terv, hogy valahova el kellene menni éjszakás után. És aztán úgy döntöttem, hogy legyen Esztergom, de ha már Esztergom, akkor már legyen Párkány. És akkor hova máshol, mint a Dunapartra. Mostanában nagyon beleszerettem a Dunába, nem tudom, hogy miért. Megnyugtat egyébként, hogyha így kiülök a vízpartra, és itt hullámzik, meg a kacsák itt úszkálnak. Az előbb amarra sétálgattam, ott volt, aki kutyát úsztatott a Dunában, volt, aki kifeküdt bikiniben és napozott. Tök jó zajlik az élet itt Szlovákiában. Igazából ennyi. Szerintem ennyit beszéltem, és akkor jöjjenek a jelenetek.